Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan növeld a magabiztosságodat ahhoz, hogy bármikor, bármilyen helyzetben megmerj szólalni angolul. Nos, hadd kérdezzek tőled valamit. Mi az szerinted, ami ahhoz kell, hogy bármilyen helyzetben megszólalj angolul? A nyelvtan, az összes nyelvtani szerkezet, mind a 12 igeidő ismerete? Nem. Több ezer angol szó ismerete, tehát egy nagyon gazdag szókincs? Nem. A legfontosabb dolog a magabiztosság. Az a tudat, hogy tudod magadról, hogy bármi történik, bármilyen helyzetben te át tudod adni az információt angol nyelven, amit szeretnél, és el tudod érni, el tudod intézni, amit akarsz angol nyelven. Ez a legfontosabb. Tehát lehet, hogy te csak 3 igeidőt használsz magabiztosan, és viszonylag korlátozott a szókincset, de ha tudod magadról, hogy ezzel a készlettel is el tudod érni, amit akarsz, akkor sokkal egyszerűbben fogsz megszólalni angol nyelven. Nos, az a helyzet, hogy az iskolai környezet nem igazán alkalmas arra, hogy a magabiztosságodat fejlessze. Ugye mi történik az iskolában? Szépen leülsz az angolórára, a tanár kérdez, a tanár felszólít, tehát te egyből azt szokod meg, hogy nem neked kell kezdeményezned, hanem várod azt, hogy kapj egy kérdést, hogy kapj egy feladatot, és amikor elkezdesz angolul beszélni, és mondjuk valamilyen hibát ejtesz, vagy hibát vétesz, akkor a tanár ugye azonnal kijavít, és elmondja, hogyan kellett volna helyesen mondanod azt a mondatot, amit szerettél volna. Tehát emiatt sajnos nagyon sokakban az a gondolat, vagy az az elképzelés alakul ki, hogy az én angolom rossz, ezt nagyon sok diáktól hallottam már ezt a rövid mondatot, az én angolom rossz, mindent hibásan mondok, és mivel senki nem akar hibázni, ezért azt szokod meg, hogy az a biztos, ha meg sem szólalsz, abban reménykedsz, hogy azon az órán neked nem kell csinálnod semmit, hogy másnak kell beszélnie, hogy te megúszod, és ezért nem fogsz megszólalni angolul. Igen ám, de hogyha te elmész egy nyelvvizsgára, vagy mondjuk külföldre turistaként, vagy munkavállalás szempontjából, akkor nagyon-nagyon sokat kell beszélned. Ugye mindent neked kell elintézned magadnak, neked kell mondjuk szállást foglalnod, neked kell megtalálnod az adott múzeumot, neked kell kommunikálni a csoporttársakkal, a kollégákkal, a főnökkel, tehát egy nagyon aktív szerepet kell vállalnod. És hadd meséljek el egy személyes történetet, hogy nálam ez hogyan alakult ki, mert ez a magabiztosság fejlesztés hogyan alakult ki, mert én sem voltam más cipőben, tehát én ugyanúgy az angol órán nagyon sokszor abban bíztam, hogy azon az órán nem nekem kell megszólalnom, hanem majd valaki más fog beszélni. Sokan tudjátok rólam, hogy gimnazista koromban én néhány hetet eltölthettem Angliában egy angol nyelvtan folyamon. Lényegében ugyanúgy képzeljétek ezt el, mint egy magyarországi nyelvtanfolyamot, csak ugye minden angolul zajlott. Ugyanúgy ott voltunk egy csoportban, különböző feladatokat kellett megoldani, kommunikálni kellett egymással, a tanárral. A legnagyobb magabiztosság löketet, tehát a legfontosabb boostot nem az adta, hogy én jól szerepeltem az ottani órákon, és mondjuk a tanár megdicsért, és jó jegyeket kaptam, hanem amikor egyedül el kellett intéznem valamit. Tehát szerettem volna megnézni konkrétan egy múzeumot, és egyedül megvettem magamnak a buszjegyet, oda mentem, megkerestem a múzeumot, jegyet vásároltam, és beszélgettem az ottani tárlatvezetőkkel. Tudom, hogy ez nem tűnik egy olyan hatalmas, grandiózus dolognak, de máig emlékszem erre a délutánra, és ekkor éreztem magam igazán, hogy itt vagyok Angliában, egyedül, és mindent el tudok intézni, amit szerettem volna. Úgyhogy azt kell kialakítanod magadban, hogy te is ugyanezt az érzést érezd, hogy bármit el tudsz érni egyedül, tehát nem csoporttársak előtt, meg tanárral, hanem teljesen egyedül, angol nyelven.
Mindjárt elmondom, hogy hogyan tudod ezt gyakorolni, de még előtte hadd mondjak el két dolgot, amit az angliai utam során tapasztaltam, és ami neked is nagyon hasznos lehet. Az első számú dolog. Az angol emberek egyáltalán nem tanulnak angol nyelvtant. Ugye ezt mi olyan természetesnek vesszük, hogy az angol nyelvtanulás az nagyon sokszor egyet jelent a rengeteg nyelvtani szerkezet és a 12 igeidő megtanulásával, de Angliában nem tanulnak angol nyelvtant. Tehát valószínűleg tartom, hogy te sokkal többet tudsz az angol nyelvtan szerkezetéről, mint az angolok, és azt is el kell mondanom neked, hogy nem olyan fontos az összes igeidő és az összes és a legbonyolultabb nyelvtani szerkezetek használata, mint ahogy azt Magyarországon nagyon sokan gondolják, és nagyon sokan előnyben részesítik. A második számú tanulság pedig az volt, hogy az emberek, ugyanúgy, mint gondolom Magyarországon, segítőkészek, és szeretnének téged megérteni angolul, és szeretnének neked segíteni. Tehát, hogyha nem használsz szenvedő, műveltető és feltételes módot, és nem használod az összes igeidőt, hanem viszonylag korlátozottabb szerkezeteket használsz, és kevesebb szót, nagy valószínűséggel, de magabiztosan és bátran kommunikálsz, nagyon nagy valószínűséggel akkor is meg fognak téged érteni, és át tudod adni azt az információt, amit szerettél volna. Jó? Tehát nem olyan fontos a nyelvtan, mint mi azt nagyon sok helyen hisszük, és az emberek szeretnének téged megérteni, tehát segíteni fognak neked abban, hogy át tud adni az információt, amit szeretnél. Persze most mondhatnám azt, hogy próbáljatok mindannyian kimenni angliai nyelvtanfolyamokra, és akkor ezt egyedül oldjátok meg különböző szituációkat, de szerencsére a technika révén van egy sokkal-sokkal egyszerűbb módszer, ez pedig a gospeaky.net nevű honlap. Ha lejjebb görgettek, akkor megtaláljátok ezt a videó leírásában, ahol nem kell fizetni, nem kell regisztrálni, nem kell installálni semmit, de egy kis gyakorlással nagyon-nagyon könnyen és nagyon-nagyon gyorsan találhattok magatoknak anyanyelvi angol beszélgető partnereket. Úgyhogy hajrá, nézzétek meg az oldalt, próbáljátok ki ezt a honlapot, és minél többet beszéljetek anyanyelvi angol beszélőkkel. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!